Sziasztok, köszönöm, Mivi, és ma elkezdem a Cold War egyedül a vasfüggöny mögött nevű játék végigjátását. Ezt a játékot 2005-ben adta ki a Dreamcatcher, és Tesco vettem kőkemény 500 forintért, nem mondom, ha már féláron le volt árazva, akkor próbáljuk ki. Kezdünk is egy új játékot, már innen látszik, hogy van itt jó sok játékmód, van a story, ugye alapkampány, van itt time run, vagyis egy pályát idő, egy adott idő alatt kell elvégezni, hogy most lenne az időnk is úgy kell elvégezni, pacifista, úgy kell egy pályát végigvinni, hogy senkit nem ölsz meg, és ghost, szellem üzemmód, az meg egy olyan, hogy úgy kell a pályát elvégezned, hogy nem sérül, nem ölsz meg senkit, vagy nem szólal meg a riasztó túl sokszor. De minket ugye most a történet érdekel. Akkor 3 fokozat van. Még igazából nem vittem ki a játékot, de megkezdem médiumba. Na, jöjjön a kis intrónk. Na. Amíg megy ez a kis intro, addig felolvasom a hátsó borítóját a játéknak. Igazából nekem megtetszett kicsit a története. Na. Lopj fegyvereket, improvizálj, leplezd az összeesküvést, és közben vigyázz, el ne kapjanak. Matt Carter vagy, szabadúszó újságíró, mindennapja egy része a menekülés és a küzdelem. Az életedért 12 órája Moszkvába érkeztél egy rutin sztori miatt, de már kirabolta, megvertek, és ők egy KGB által politikai folyiknak fenntartott börtönbe térsz magadhoz. A vád részvétel egy nemzetközi összeesküvésbe, amelynek célja a Szovjetunió feletti irányítás megszerzése. Teljesen magadra maradtál a vasfüggöny mögött. Meg kell szöknöd és szembe kell szállnod a szovjet különleges alakulatokkal is. Le kell leplezned az összeesküvés mindenhez, pedig kizárólag zsákmányolt fegyvereket és általad készített kütyüket használhatsz. Ha elbuksz, meghalsz, vagy egy szibériai gulagba végzed munkatáborba. Na, az átvezetők ilyen kis rajzoltak, nekem ez egész tetszik. De ami felolvasom, ez volt nagyjából így hátsó borító. Nagyjából a játékról elmondi mindent, egy aránylag viselhető története van. Ó, ilyen old school rádió ez. És kapcsolták. KGB hőtizálás, Lubjanka, Moszkva. Ez abban is sem néztem még a megteljesen az intrót, de most azért megmutatom végig. Igazából a történet ez, hogy mondjam, kurvára mért, hogy most miről dumálnak, vagy nem van, most mi tudtam egészből leszúrni, hogy a hogy összeesküvőnek a KGB ellen, hogy meg akarják szüntetni, meg hogy a elnök találkozik, és akkor ő akarja az egész KGB-s cuccot beszüntetni. Valami ilyesmi lenne a története, itt az elején. Ó, milyen szép fejed van. Nem találjunk valami érdekes a hátsó borítón. Na, mi van, pár ígéret is, a legfontosabbak ugye a játék, az ígéretek. Kémkedj az ellenfel után a falakon átlátó röntgen kamerás segítségével. Wow! Lopakodsz vagy harcolsz? A te döntésed. Igaz. Járd be a valós szovjet helyszíneket, és ezt hallgassátok, ez nálam kurvára felopta az adrenalint. Ilyen helyszíneket leírni, hát, és nem sok játék valósítja ezt meg. Na, Lenin mauzeuma. Bocsánat, rosszul mondom, Leninnek a múzeuma. És ez már, hogy Lenin, de a Szovjetunió, a kommunista párt vezetője, ki egészített ezt létrehozta egész Szovjetuniót, annak a múzeumbába lenni, ez nagy. Csernobil, igaz, ott még nem jártam, szóval azt nagyon várom. A Kremlt, az nem tudom, mi lenne, azért valami épület lenne, egy híres épület lenne Oroszországban. Hogy a KGB retteget a Lubjanka téli börtönét. Igazából most ott járok a börtönbe.
Na és akkor még az lenne, hogy valaki meg akarja ölni itt a elnököt. Igazából ennyi lenne itt. And how about that American journalist bastard who stuck his nose in our Berlin operation? Matthew Carter, the reporter? Matthew Carter. But he doesn't work for the CIA. Says who? Na. Now listen carefully. Ó, és itt van. Na itt. Na innentől majd viszont tényleg nem láttam, és engemet itt bevonnak ebbe az egész vizébe. És nem tudom, hogy egy kis tasak, szerintem lett a van a kameránk. És hogy majd mi történik a kameránkkal, azt majd később elmondom. Jöhették is. Here's your passport, Mr. Carter. Enjoy your stay in Moscow. Ma. Na végre is. Kezdtünk az első pályához. Pulitzer, itt jövök. Hú, jó neve van. Kedvényen a móka. Na itt is vagyunk. Igen, az első pálya már meglepett engem, mert az Leninnek a múzeum volt a legelső pálya. Na, hol van itt nézett a játék. Kioktat minket, hogy mit hogyan csináljunk. Így nézik a karakterünk. És nem egy izompacsírt embert várunk itt. A grafikáról mit mondjak itt? A játék ez a engine szerintem attól tökéletes. A shift-tel tudunk lopakodni. Na viszont és akkor mozogjunk kicsit. Amikor összejátszottam azt hittem, hogy miért harmadik nézet és mesterlövész. Mert tisztára olyan feelingem van ennek a környezetnek. Na úgy kell, hogy például mondom még egy tárgyhoz. Open, jobb klik, és a görgővetőjük kiválasztani az adott parancsot, és ki, ezzel ki zárva. A görgővel még tudjuk irányítani a karakterünk sebességét. Ez mi volt? Teleportáltam, jó. És akkor open. Then use the mouse to cycle through the menu. Jó, ezt már hallottam. Release the right mouse button. Ott az első áradozatunk. Egy őr. Na igen, és felejtettem még beszélni a lopakodás méterünkről, a kis ubassóban lévő kis kockáról. A látható az a kék, az a, hogy mondjam, a lopakodás mérünk. Például amikor sötétbe vagyunk, akkor felmegy, de amikor lemegy, akkor abszolút láthatóak vagyunk. Ja nem, rosszul mondom, fordítva. Amikor lemegy, akkor nem vagyunk láthatóak, amikor felmegy, akkor vagyunk tökéletes láthatóak. A zöld az meg a életünk. És most jön a világ legjobb leütése. Én azt nem össze, hogy a karakterünk azt, hogy csinálja, megfogja, hogy befogja a szelet, és akkor elállítja, hogy kitörje a nyakát. De ehhez jobb lesz. Knockout is. Ó, milyen kemény volt! Ez nagyon durva volt! Megfogja és benyom ki egyet. Ó, és akkor egyből kidől. És a pisztoly a kezébe van. Amúgy fel tudjuk venni itt az őröket, és mindig a kezében van a pisztoly, ezt ne felejtsük el. Akkor ezt először megláttam, hát azt úgy osztanom, hogy van rögés, nem tudom, hogy most rögek vagy sírjak. Search body. Kutassuk át, és akkor ezeket kaptunk. Egy pisztoly, pisztolylőszer. Sok kacat. Lehet sok kacatból különböző dolgokat kreálni, még ezt pontosan túlsodott nem kraftoltam itt. Minecraft nyelven. Ó, itt ketten jönnek is akkor. Sergey, I need the main entrance key. Why do you need it? Relax, I just forgot some stuff inside. I need to get it before my shift finishes. De várjunk csak. Ezen a Szergeihez bízott meg minket a munkába. I know. Oda se adta neki a kulcsot, már kezdjük ott. The main entrance key. I must get, but I definitely don't want to. Jó, és akkor. To open the assembly menu. Now let's. Na, itt az inventoring. Rubber bullet, ez altató lövedék. Kell. Rákatítunk, és akkor nincs itt utcom. Oké.
make some rubber bullets using a plastic bottle and regular ammo. De aztán ugye a 6-tól lövedék, a számba a 1-es, 2-es, 3-as többivel lehet tudjuk kiválasztani az akciókat. 6-tól lövedék kell, célozunk a tagra, és ezt azt hiszem, hogy tök halkan fog lőni, mert ő lopakodjunk be helyet. Ugyanolyan hangos, mint a rendes lőszer, és akkor... És akkor most azt hittem, hogy akkor... Hogy előttem mondom, hú, akkor ezt basztam, akkor kezdtem előről, de nem. Search body. Ja igen, be is lehet a őröket injekciózni, és akkor nem fog felkelni. Bedrogozzuk őket. Jó formán. Na, végül a pisztolyunkat is küld lenne a bejárat. És a... nézzétek, sima lősze. Ugyanolyan hangos. Várjunk, de a szakásnál volt a kulcs. Akkor be is tudunk már menni. Ugyan is kell elrakni, mindegy. Kis már rég játszottam vele. De ezt nem értem, hiszen a izénél jó szakállás embernek volt a kulcsot. Vagy én csináltam, amit rosszul, menjünk oda-vissza. Nem, hogy el kéne rakni ezt. Valahogy. Mindegy, jó ez a kamerás is. Ez a szakállás, aha. Gun ammunition. De... nem kaptam, szerintem meg kulcsot, na most már újra harmadik nézőben vagyunk. Nem értem, akkor nézzünk ele. Hoppá! Ott egy őr. Csak nem vett észre. No. Ez az. Ennek is annyi. Surge body. És beszarom, hogy ennél van a kulcs. Várj, de ez ugyanolyan rész, mint a másik szakállás. Ez a kikrek? What the fuck? Body drugged, oké. Okay. Inventory. Most craftolni egy kis attól lövedéket. Na igen, cigaretta. Small medikit. Nyomjunk egyet. Na. Oké. Okay. Csak is izénk van most. Attól vedék. Na lézer. I can't pass through this laser fence unnoticed. There must be some way to switch it off. Na, igen, kapcsoljuk valahogy. Ó, milyen merő véletlen, hogy itt a őrár, senki nincs is, meg az ajtó össze van firkárva. És egy lenne pont a múzeumában össze van firkázva az ajtó. Itt is, ez abszolút nonsense. Na, de viszont itt egy másik jó dolog, vagy fel ezt a... irat, táskát, és akkor blueprint. 100 checkpoint. Na, de ez mire jó, inkább ezt én elmagyarázom. Na, és akkor van 100 checkpointunk, és akkor ezeket úgymond checkponttal lehet ezeket megvenni. És akkor... ezek különféle dolgok. Ilyen a... van itt akna... Soaked drugs, ezt nem tudom mi lenne. És luring device. Boxot. Ja, ilyen szekkelti a ellenségek a figyelmét, és... ja, ez megölő az ellenséget, ez is megölő az ellenséget. Én most elrakom az aknára, és akkor maradt még 10 techpontom. Nekem ez az ötlet tetszik. Na itt akkor most ki lehet választani. Use terminál. És akkor most turn the laser fence on. Oké. Okay. Ki van kapcsolva, és menjünk tovább. De ne felejtsük el, hogy lopakodjunk még itt is, mert vannak. Szellőző nyilásra nem lehet bemenni. Nem tudom, hogy így néz ki tényleg ellenén. Múzeumban még igazából ott nem jártam. Valóságban. De kicsit engem úgymond zavart, hogy csak ennyi. Azt hiszem, hogy halom kép lesz Leninről, meg ilyen fák,
akkor fákjam. Eltértem kicsit mondani valomba, elnézést kérek, na mindegy, haladjunk tovább. Milyenképp, hallottam valamit, szóval valaki még van. Ó, látlak. Ése. Le kéne menni. Aha. Tudom, nem menni is guard room, mi az? Azt írja ki, hogy az a küldetésünk. Nem értem, mi az a küldetésünk, de előtte inkább szétnézek. Küldetésebben. Aha, látlak. Mégse. Fura, hogy egy gyors nincsen. Itt. Yes. Mi? Szertár. Otka. Jó, azt majd drinkelni. Cigaretta. És valami pántok. Azért hulladék lenne szerintem. És itt van a játék, hogy a legnagyobb easter egg-e, ott egy kós, izé. És amikor először megláttam, akkor hát nagy pozitívum volt. Benne van Lenin a játékban, itt a hullája. Hello Lenin bácsi, hogy vagy? Állom, Erik, hogy vagy? Köszönöm, jó vagyok is te. Kicsit unatkozom, mert szomjas is. Kakánom is kell. Ó, tudom milyen érzés az. Jó, menjünk tovább. Hoppá. Majd valaki. Menjünk vissza inkább a őrállásba. Sajnálom, ott egy ízé szertár. Amely érdekes ajtókat nyugodtan nyithatjuk, nincs egy ízse bezárva. Ó, medikit. Ez nagy zsákmány. Medium medikit. Ez nagy zsákmány tényleg. Na mi ez? Menjünk erre. Afanzol, hogy szültöttem Lenin bácsihoz. Halló? Na jó, akkor... Erről jöttem elvileg. Mi ez? Ó, még több katat. Tegyünk fel minden hulladékot. Na, tudunk jósó dolgokat, tudunk érdekes dolgokat kraftolni. Szerintem itt lesz az őr. Aha, ott van. Kicsit ez is fura a számomra, hogy rádión bemondja a többieknek, hogy neki kell segítség, és senki nem jön. Itt egy újabb Szergely. Szövicsvari. Utassuk át, iniciózzuk be. Na. Érdekes dolog, hogy a pisztoly a kezében marad. Na. Akkor hogy ne jöttünk, akkor menjünk vissza be, mert a játék úgy akarja. És akkor alarm, klok, klak. Jó, use terminal. Mindig ezt kell, mit kell csinálnom. Valami, mi kell csinálnom? Jó, itt vagyok. Toolbag, mi ez? Ahogy jöttik, ezt kellett, egy táskát kell kifosztanom. Érdekes akkor. Hiding place. Akkor el kell bújnunk. Menjünk tovább. Elzár valamit. Érdekes, hogy egész hely nincsen beriasztózva. Mert általában legtöbb. Mi ez? Mit mondtam én meg ehhez?
nem? Ó, értem, itt rá. F1-je lehet a küldetéseket megjeleníteni. Ezt nem is tudtam eddig. Na akkor menjünk, bújjunk el, és akkor várjuk be az áldozatainkat. Na. Hol is a hiding place? Na, ez kicsit elég béna lesz nekünk is. Mi? Most akkor én ide veszek észre, hogy oda bebújtam a 5 centis oszlop mögé. Na itt a elnökünk. Irány. There's time to identify the player. Na, akkor fotózni kell. Hoppá, és itt derül ki, ez nem is a mi kameránk. Ez nem az ő kamerája. Megkicserélték a repülőtéren. Tud csinálni. Na, fotózzuk le is. Mi történik? Hoppá. Szóval a kameránk egy fegyver. Van megjelent a töltőg egy katona is, mert többen is jöttek. Igen, mert kiderült, hogy... ha itt az a pont, minket megvádolni, hogy mi egy CIA ügynök vagyunk, hogy mi akarjuk megölni itt a elnököt, és közben kísérjük a kameránkat egy fegyverre, és ezen itt a összeesküvés, meg akartam öltölni. Így nem hisznek nekik, hogy te hülye vagy ember. Nem akartam őt megölni. This is madness? This is madness! Just what, Mr. Carter? What were you doing hiding there? If you know my name, you know what I do for a living. I'm a reporter. I just came to shoot some pictures. Shooting pictures? No. And tell me, Mr. Carter. Ez szép, mert faszán előttük. It's just a camera, for God's sake. I don't know how. Enough. Na, és akkor itt veszekednek, hogy nem akartad megölni, de te mégis megakartad. Na jó, akkor igazából ennyi lenne most itt az első rész. De még magam be akarom mutatni. Cheese! Sprint! És ha ezzel folytatjuk a második pályán, menekülünk nagyba. Mi történt itt? Somebody obviously wanted to make it look like I wanted to kill the president. Why? And how in the hell did Berinsky know that I'd be here? No. Akkor ezen a másik pálya, on the run, de ez majd később. Most a másik részre fogom bemutatni. Addig is. Sziasztok!